Mintegy 70 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a márciusi közgyűlésen. Többek között fejlesztésekről, támogatási kérelmekről hoztak döntést. A már megszokott módon az első napirend végén Cserna Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket az elmúlt időszak főbb eseményeiről, történéseiről. Februári hír volt, hogy a csónakházunk, a Dunaparton lévő csónakházunk további megújulása várható, mégpedig 97-es millió forintos támogatásból, amely egyrészt a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, másrészt az önkormányzat kiegészítő támogatásának köszönhető. Február elején a kivitelezési munkák meg is kezdődtek, úgyhogy bízom benne, hogy a fiatalok, a sportoló fiatalok, kajakosok, kenusok méltóbb környezetben sportolhatnak majd. Szakképzési centrumunk életében egy új esemény történt. Egy törvényi módosítás által a szakképzési centrumok vezető struktúrája megváltozott, ugyan a Donási Szakképzési Centrumhoz a helyben működő szakképző, középfokú szakképzőintézményeink, valamint a Pusztaszabolcsi Szakképzőintézmény tartozik. Ugye szakmai értelemben egy főigazgató, Csapó Gábor főigazgató úr irányításával. Az új vezetői struktúra hasonló, mint a felsőoktatási intézmények esetében, az egyetemek, főiskolák esetében. Egy kancellári rendszer került a struktúrába beállításra. A kancellár a pályázatokért, az üzemeltetésért, a működtetésért, a pénzügyi gazdálkodási dolgok irányításáért felelős. Palkovics László miniszter úr Piros Marian asszonyt, ifjú hölgyet nevezte ki a Dunási Szakképzés Centrum kancelláriává. El fog önökhöz jönni, a következő közülésre meghívtam kancellár asszonyt, hogy röviden mutatkozzon be önöknek. Hál' Istennek hamarosan, mert hogy jó dolgok is, ahogy Iván képviselő fogalmazta, jó dolgok is történnek ebbe a városba, a mozi épülete megújul, és erre nagyon büszke vagyok, hiszen fiatalkorom egyik remek helye volt ugye a Dunaesi Dózsa mozi. És nem sok olyan város van, ahol még ez a klasszikus értelembe vett mozi működik, most nem a plázákra gondolok, meg a multiplex mozikra. Úgyhogy hamarosan nem csak a külsője, hanem a belseje is teljesen megújul az épületnek, több pályázati forrásból. Ezért, és akkor itt jön a lényeg, április 1-től, mivel a film folytatódik, ahogy szokták mondani, a cinema nem áll meg, az egyetemen, kancellár úr, a rektor úrral sikerült megállapodni, az egyetemen fog erre az időszakra a Dunaesi Dózsa Filmszínház filmeket és egyéb rendezvényeket szolgáltatni, úgymond. Nagyon fontos, jó hír, ez a Szociális Alapszolgáltatások Infrastruktúrájának Fejlesztése című pályázat. Erről már nagyon sokat beszámoltam önöknek. Ugye alapvetően ez épületek megújításáról szólt, de ezen túl még, és ez nagyon fontos, ennek az átadása meg is történt, Kecskés Rózsa díszpolgárasszonnyal, igazgatóasszonnyal, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ebből a pályázati forrásból, mint egy 10 millió forint értékben egy személyszállító kisbuszt tudott beszerezni. Ezt köszönöm Szabó Imre osztályvezető úr és munkatársainak hatékony közbejárását. Gratulálok Gombos alpolgármester úrnak, hiszen megvolt ugye a kiállítás megnyitója a Pannon Oktatási Központban, egy remek kiállításról van szó, és Pakson, Gombos alpolgármester úr a Paksra vitte át a tárlatát, amelyet Süli János miniszter úr nyitott meg március 1-én, pénteken. Gratulálok és alpolgármester úrnak, már ilyen értelemben, szakmai értelemben további sok sikert kívánok. Járási hivatalunk. A járási hivatal épülete megújult, ugye kormányzati támogatásra a Modern Város Program keretében. A régen ugye lelakott, korábban szebb napokat, éveket látott zöld rendelőből, kettes rendelőből, ugye egy közigazgatási szolgáltatásokat, funkciókat ellátó épület kialakítása történt meg. Át is költöztek innen a Városházáról is a járási hivatal megfelelő szervei. Múlt hétfő óta, március 11-e óta az új székhelyen történik. Hamarosan meg is lesz egyébként a járási hivatal hivatalos ünnepélyes átadója. És akkor amire már céloztam, egy több mint 14 milliárd forint értékű technológiai fejlesztés valósít meg az osztrák Prinzhorn család tulajdonában lévő Hamburger Hungária Kft. Ezt a 14 milliárd forintot, amelyből ugye az állam is hozzájárult több mint 1 milliárd forinttal, ezt a pénzt a Prinzhorn csoport elvihette volna
Skandináv vagy egyéb országokban, hiszen a Printhorn vállalat csoportnak ott is működnek papírfeldolgozó üzemei gyárai, de ők, hál' Istennek nekünk, a mi térségünk fejlesztésére gondolta. Két szempontból fontos. Mondaná Szepesi lapolgármester, hogy nem mindegy ugye az iparűzési adó szempontjából. Nem új munkahelyeket teremtenek egyébként ezzel, hanem a meglévő munkahelyek stabil megtartása a megcélzott irányvonal. Nagyon fontos nap volt március 5-e a város életében, akkor jelentek meg azok a már tudott modern város programban szereplő határozatok, amelyek konkrétan már a forrást is odacsoportosítják. Az élményfürdő, uszoda fejlesztés, a sport és víziközpont kialakítása, mint komplexum mögé, az új szálloda termálkút megvalósítása, építése mögé, konkrét állami, kormányzati forrásról, összegekről beszélve, megjelent a magyar közlönyben, illetve a Kézilabda Akadémia két ütemben történő, ez nem modern városprogram, ez külön nemzetgazdaságilag kiemelt területnek tekintett beruházás, kettő ütemben valósul meg. Az első ütemben lendületesen megtörténik, hogy jelen, a másik Zsolt polgármester úrral találkoztam a Intespárban múlt csütörtök reggel, és akkor kérdezett rá polgármester úr, hogy akkor mi ez a két ütem közötti különbség. Aztán az első ütemben megtörténik a jelenlegi sportcsarnok eltüntetése, úgymond egy teljesen új sportcsarnokról és a sportszálló étterem, sportkollégium kialakításával, parkolók, éttermek, konditerem. Nagyon fontos, a kézilabda csarnok az nem csak kézilabda, hanem röplabda és futszál sportágak lebonyolítására alkalmas, és egyéb más nagyszabású városi rendezvényekre gondolok. Koncerteket lehet, szallagavatókat lehet, bármilyen egyéb olyan kultás, akár diplomaosztót, bár az egyetemnek nagyon szép rendezvénycsarnoka van, lehet tartani a megújuló sportcsarnokban. A képviselők elé került az Unison létesítménygazdálkodási ZRT-vel kötött megállapodás az élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatban, mivel a szerződés május végén lejár. A közgyűlésen arról határoztak, hogy újabb fél évre hosszabbítják meg, beleértve mindazon ingyenes és kedvezményes lehetőségeket, amelyeket a dunajvárosi nyugdíjasoknak, diákoknak, illetve sportegyesületek részére biztosítanak. 20 millió forinttal támogatják a Védőháló Alapítványt, amely a dunajvárosi rászorulóknak segít közüzemi díj hátralékai kifizetésében. Elkészült a felső Dunaparton lévő, a Városháza téri sétány végére épített kilátó. Az építési hatóság kiadta a használatba vételi engedélyt, de még nem nyitották meg a városlakók előtt, mivel még bizonyos munkálatokat fognak ott elvégezni. Hétfőn megkaptuk a kilátónak az engedélyét a kormányhivataltól, illetve a hatóságoktól. Tehát kijelentettem, hogy a kilátó az előírásoknak megfelelő és nem balesetveszélyes. Ez a tétel azért került be ebbe a költségvetésbe, mert ennek ellenére, mint minden kilátó és ilyen szép, gyönyörű, karcsú szerkezet, mint ez a pályázatokon, tehát ez egy külön bizottság által elfogadott szerkezetben van kilengése neki, tehát van billegése ennek a szerkezetnek, ugyanúgy, mint bármiféle kilátónak, akár egy hegyen elhelyezett fa és egyéb ilyen dolgok voltak. Ez a kilengés egy határon belül van, de úgy gondoltuk, megkeresve a tervezőt, hogy ennek a biztonságérzete növekedjen, ezért mi mindenképpen megpróbálnánk egy olyan megerősítést, nevezünk megerősítésnek, vagy legalábbis egy ilyen ezt a kilengést még szűkebbre vevő valamit ebbe az egész dologba beépíteni, hogy az az érzés is legyen, hogy ez még biztonságosabb. Tehát én kijelentettem, hogy már tulajdonképpen hétfőn megnyithattuk volna ezt a kilátót ezzel kapcsolatban, és én azért nem engedélyeztem időzőben a megnyitását, mert tudtam, hogy ez a terület újból munkaterület lesz, tehát ez egy érdekes dolog lett volna, hogyha 3-4 napra megnyitom, majd utána újból körbe zárom ezt a területet, mert a területnek a rendezése befolyásol mindent. Városunkban sok olyan régi köztéri pad van, amelyeket már nem lehet javítani. Az elmúlt két évben az önkormányzat 140 új padot helyezett ki városszerte. A lakók részéről folyamatosan érkeznek a javaslatok, hogy hol lehetne, hova
kéne még újabb padokat kitenni. Az idei költségvetési keretből összesen 228 új padot telepítenek majd, amelyek beszerzésére és kihelyezésére mintegy 20 millió forintot biztosítanak a DVG ZRT-nek. Szintén a város cégét bízzák meg közterületi felújítási munkálatokkal. 186 millió forintból járdák, utak, lépcsők és buszöblök újulnak meg. Hamarosan beindul a dunajvárosi buli szezon, a városi nagy rendezvények mellett más nagyobb programok megvalósulását is segíti az önkormányzat. A Dunajvárosi Egyetem hallgatói önkormányzata 10 millió forint támogatást kért a Dudik Fesztivál megrendezésére, amely június 12 és 15-e között lesz az Alsó-Dunaparton. A szervezők tájékoztatása szerint fellép majd Ákos, a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Cosmix és a Bagosi Brothers Company is. A képviselők biztosítják a kért támogatást. Egy hónappal később július 8-a és 14-e között lesz a Rock Maraton, amelyet immár 5. éve szerveznek meg városunkban a Szalki-szigeten. A közgyűlésen 7 millió forint támogatást szavaztak meg a szervezőknek.